Szevasztok! Tudjátok, hogy milyen állatok éltek a hűvösvölgyi vadaskertben? És hogy milyen magas kerítés vette körül? Egyáltalán milyen nyomvonalon húzódott ez a kerítés? Tudod-e, hogy Krepuska Géza, aki szőlőgazda volt, és emellett fülészorvos, állítólag a fülész tevékenységével nagyobbította meg Magyarországot, hogy a legenda igaz-e, gyere el és megtudhatod. Gondoltátok volna, hogy a tölgyfa és az ember kapcsolata az őskorig nyúlik vissza? És hogy a holtfa valójában él? Hitted, hogy az erdőnek saját immunrendszere van? És kóstoltál már erdei vadnövényeket? Hogyha érdekel mindez, akkor gyere elvezetett túráinkra, és fedezd fel velünk a budapesti erdők titkait!